Menjünk bele a leges-leges legfontosabb eseménybe, ami a Product Owner-ek hétköznapjait bearanyozza, a demo esemény. Hú. Meséljetek nekem, hogy egyáltalán hogyan épül fel egy demo, hogyan, mibe kerül nektek pénzben egy demo, és most nem forintban, hanem nyilván effortban, erőfeszítésben, és honnan indultatok, amikor elkezdtetek demózni, demóztatni? Mondjuk nálatok, akkor jól sejtem, ott már azért megvolt ennek a gyakorlata, de azért mégiscsak egy csapattal ez mindig új. Az új Product Owner-rel, az új team-mel, ez mindig új. Meg nálatok ugye, ti voltatok az első generációs ilyen kollégák. Ezt tegyük egy picikét ki ide. Hát nálunk ugye ilyen klasszikus demózás nincs, de maga az élmény van egy másik csatornán, de nekünk vannak viszonteladóink, akik tudnak csatlakozni a mobiljegy szolgáltatáshoz. Ők viszont értékesítik igazából a szolgáltatóinknak a díjtermékeit, és amikor jön egy ilyen viszonteladó, akkor én segítek nekik abban, hogy hát kvázi az ő terméküket is egy picit ownerkedem. Aha. Arra az időre, ameddig a fejlesztés elkészül, tehát igazából én kapok release-eket, ellenőrzöm, hogy megfelelő legyen, és utána egyébként van olyan szolgáltatónk, aki szereti ezt megnézni, mielőtt kimegy élesbe, hogy a saját... Ehhez annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye a jó Product Owner nem csak azt nézi a saját csapatával, mi az eredmény, hanem a teljes értékláncon próbál meg egyébként. Igen, ez a szolgáltatásnak ugyanúgy része, tehát a mobiljegy brandnek, mint olyannak, minden viszonteladó és szolgáltató is tagja. És ha nem is kértek fel rá, akkor is megnézem, mint Product Owner, mert ha tudok neki segíteni, akkor az nekünk is jó. Igen, illetve hát felszoktam ajánlani, hogy amikor már elkezdik a fejlesztést, amikor már vannak design elemek, akkor osszák meg velem, mert már ránézek, és látom, hogyha egy gomb rossz helyen van, akkor tudom, hogy az üzleti logikát már valahol nem jól fogják implementálni, mert annak nem ott kell lennie. Ugye ez már egy másik, vagy egy újabb mélység a Product Owner-sének, tehát amikor már egy design elemből, már egy mockupból, vagy egy wireframe-ből te érted, hogy az üzleti logika meg fog egyébként borulni. Tehát figyelem, a Product Owner együtt lélegzik azzal a domainnel, ahova egyébként őt ownerként berakták. És ez egy elképesztően fontos tudás, hogy a domainhez kapcsolódó sajátosságot meg kell tanulnia. Kiket hívsz egy demóra? Csaba kérdezte, tök jogosan, köszönöm szépen. Ugye mondtam, hogy nálunk ez nem egy ilyen klasszikus demó, de valójában a viszonteladó a szolgáltatónak bemutatja, hogy ő mit hozott, hogy fog az ő alkalmazása kinézni. Bocs, ez egy klasszikus demó. Akkor igen. Nem mi demózunk a stakeholdereknek, hanem az egyik stakeholder a másiknak, mert hogyha arról feléről nézzük, mindegy is. Ott online környezetben most ez, nem is tudom, hogy könnyebbsége vagy nehézség. Valahol egyébként könnyebbség egy szoftver demózni, mondjuk Teams-en, most már az egészen könnyű. Tehát bekötöd, ő is bejelentkezik. Valahol ez így könnyen, mintha ülnénk egy asztalnál és mutogatnál a telefonokat, vagy ugyanúgy kikötnéd egy projektorra. És a csapat demózik neked közvetlenül? Tehát mielőtt a stakeholderek egymásnak demóznak? Nem. Oh, kemények vagytok. De én azzal a csapattal addigra már együtt dolgozok három világos hónapja, és addigra már az ő alkalmazásukat is Tövéröl-hegyire ismerem. És az akkor kerül bemutatásra, amikor... Igen. Tehát én tesztjegyzőkönyvet készítek, és azzal segítek nekik, hogyha látom, hogy valahol valami nem stimmel, akkor helyére tudjuk tenni. Oh. És már úgy kerül a szolgáltató elé, hogy az valójában már csak egy ilyen, tényleg egy ilyen bemutató jellegű, hogy ez így fog kinézni, és a szolgáltató azt tudja mondani, hogy fú, ez nagyon szép, és ne legyen benne olyan, hogy az ott micsoda. Igen, és akkor mehozott még egy érdekes kifejezés a szállatban, hogy tesztjegyzőkönyvet készítek. Tehát magad, uram, ha szolgád, nincsen. Jó, tehát... igen, van. Nektek van rá, gondolom. Nektek van egy tímetek erre. Három csapat van. Igen, de ez egyébként nem egy ilyen nagyon szofisztikált. Tehát van néhány irányelv, amit szem előtt tartok, és arra vonatkozóan teszek megjegyzéseket ebbe. Tehát akkor is az attitűdre akartam most felhívni a figyelmet egyébként. Oké. Nálunk annyira szkán van, hogy kettő is van a demóban.
a szervezeti működésből fakadóan. Mm-hmm. Egy van nekem, a csapat. Ja, de magasan skálázott agilitásra, tehát mindenképpen muszáj. Mivel a fejlesztők nagy része Németországban van, a másik része itt, illetve még Indiában is vannak csapatok, ezért nálam mindig is online volt korábban is a demózás. És ugyanúgy hétfőn nekem délelőtt demózik a csapat, kedden van a sprintváltás, és kedden reggel pedig a nagy plénumnak, tehát az összes CPU, product management, fejlesztők, tehát ott a nagy plénum előtt be kell mutatni azt, hogy... Hadd tegyek fel egy ilyen provokatív kérdést. Sajnáljátok erre a pénzt? Nem. Miért nem? Mert azonnal visszacsatol. És a különböző szervezeti szinteken, a különböző stratégiai döntéshozatali szinteken az azonnali visszacsatolás képessége, felfogása és levezetése, ha kell, a product owner szintjéig, az ilyen abszolút elengedhetetlen. Másképpen nem sebesség van, csak kapkodás. Tehát és azért sokan vagyunk ott, tehát a 100 hát embernek a fél óráját kiszámolod, plusz a felkészülés, és abban a product management is benne van német oldalon. Az nem volt szó. De elengedhetetlen. Sőt, ez kell is. Tehát ez nem az van, hogy az alulról kezdeményezve mondják, hogy kell, hanem látszik a product managementen, hogy igényli, mert kell a feedback, hogy hogy állunk. Zseniális. És nem riportokat kérnek, hanem show me the fucking product, és nézzük meg, hogy és a crash is belefér. Volt már rá példa, de tudta mindenki jól, hogy hát jó, az a build, ez most nem a legjobb, hát megyünk tovább. Nekünk is volt olyan, hogy csak a fizetés nem működött. Tehát csak terméket nem sikerült a demo. Akkor a demo meg volt a fizetésben. Igen. Ó, igen. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ha a tudásalapú gazdaságban van nagyon magas kockázatú szektor, a szoftverfejlesztés az például tipikusan egy ilyen. Egyáltalán nem determinisztikus, hogy mi fog történni, főleg egy komplex, már sok éve működő rendszerelemeknek az összepakolásánál.